gyülekezet egyik megnyilvánulása volt ez a gyönyörű Orbán Józsika. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, és az együttműködés lehetőségét is. Nagyon elfogadtam el a pártunknak a felkérését, hogy a nyitott templomot visszafele élekezni a rendezvény sorozatban egy kis múzeum is képviseltesse magát, és egy olyan területet mutasson meg, ami nagyon szép példája a népi vallásosság és az egyházi élet. Ha kicsit úgy veszük, hogy szakmai kifejezéssel élnénk, akkor a laikus vallási élet és az egyházi élet, az egyházhoz a liturgikus életet, az összekapcsolódása mutatkozhatja meg. Nem is lehet ez másképp, hiszen egy hitben élő ember vallásosságban nem addig tart, még ezen a szent helyen van. Nem addig hívő, nem addig vallásos, amikor a templomban van szent helyen. Viszont amikor a templom küszöbét átlépi, és kéne kivenni, hogy folytatni tovább ezt a hitben élő életet. És úgy rendezni a lakókörnyezetét, úgy szervezni életi napjait, heteit, az éveit, hogy abban megcsinálni az Isten szeretet és az Istenhez való elkötelezettség. A hetek és a hónapok, az éveknek a megszervezése és ebben való élet valóban szorosan kapcsolódik az egyház által megszabott, lehetjük úgy, hogy szabályokhoz. Hiszen ha végignézünk egy évet, ami nem január 1-jével kezdődik, hanem bizony adventtel. És nem mással kezdődik, mint egy elcsendesedő felkészüléssel. Várva az örömöt, az örömhírt. Ez egy lelki felkészülés is, de számos cselekmény is kapcsolódik hozzá. Ha a népi vallásosság részét nézzük, akkor ez annyit jelent, hogy csoportok, kis közösségek összeállva, advent idején, betlehemesekkel, vagy szent család képével jártak házról házra, és vitték a hírt. Együtt voltak. Itt készültek karácsonyra. Az egyházi év egyik legnagyobb ünnepére, amelynek ugye vannak egyházi részei, és vannak az otthoni állatossághoz kapcsolódó részei. De ez együtt van, ez összekapcsolódik, ez így kerek egész. A következő nagyon ünnepek, melyek az évben következnek, ugye a karácsonyi ünnepkör január 6-ával ér véget, és kezdődik egy újabb időszak. Január 6-a vízkereszt napja. Megszenteljük a vizet, amelyet hazavisznek. A szentelkezés az otthonokban egy nagyon fontos szakrális helyük. Ugye belépünk a házba, általában jó oldalon az ajtó mellett ott van a szentelkezés tartó, amelyben otthon is végzik a szentelkezet, nem csak a templomban. Ezen a napon a víz mellett házat is szentelnek. Ennek is nagyon szép jelképe és kifejezi a szüzet, az ajtó félfában így látom, ahol elálltok három királyok kezdetetően. A következő nagyobb esemény gyertyaszentelők boldogasszony napja, február 2-a. Templomban megszeretett gyereket hazaviszik. Szent savokban, vagy legalábbis olyan helyen tartják, amiknek kiemelt helye van. Szentek gyertyát nem akármikor tudják meg. Fontos szerepe van ennek is az otthoni állatosságban. Nagyon sokszor egy hordokon segít. És aztán elérkezik a nagybőjt, és az igazi nagy ünnep, Jézus áldozatvállalása és feltámadása, amelyhez számos úgynevezett népi vallásossághoz kapcsolódó cselekmény tartozik. Viselkedésben, étkezésben is megnyilvánulnak ezek a cselekmények, hiszen a nagybőjt és az étkezés elszorítása a megtisztulást jelképezi. Majd pedig jön az öröm, ünnep,
színesebbével és jövőnek szentelődével, amely templomban az oltár előtt megszentelődik az apostoli sorba a kalács tojás, amelyet hazavisznek, és otthon elfogyasztják. És aztán a következő ünnepünk is Jézus megjelenetele és a Szentlélek alászállása. Itt javarészt búcsújárások, bannyolvánjon meg a népi vallásosság. Ahogy az előbb mondtam, nagyon sok tárgy kapcsolódik a népi vallásossághoz, hiszen a főleg a katolikus valláshoz kapcsolódik, hogy kifejezze a lelki elkötelezettségét. És nagyon gyönyörű tárgyakat alkotnak, akár hivatalos, hivatásos művészek, akár a nevezeti laikusok. És ezek akár művészeti tárgyak is lehetnek, de mindenképpen a hitbéli elkötelezettségét tükrözik annak a családnak. Tehát két funkcióval bírnak ezek a tárgyak. A múzeumban számos olyan kiemelt műalkotás, műtárgya történik, amely valamikor csak a mindennapos használatban voltak. Egy lakásnak, egy katolikus hívember lakásának volt egy szent sarka. A szent sarokban Jézus Mária szobra képe, a feszület volt látható. A múzeum gyűjteményében van néhány olyan gyönyörű Mária szobor, kis Jézussal, nagy Piéta szobor, amely úgy nevezik meg a tudományokkal, hogy Kiskunsági Madonnán. Ebből kettőt hoztam el önöknek, amelyet szeretném megmutatni. A búcsújárások alkalmával vásárol emléktárgyat valamikor, amelyet aztán hazahoztak, és valószínűleg meg is szenteltek, amely bekerült aztán az otthoni állítottság világába. Hát ma már múzeumi műtárgyak, de nagyon jól tudjuk, hogy milyen funkcióval bírtak valamikor, és ennek megfelelően kezeljük. A népi fafalványokon is számos szakrális jelet láthatunk, úgyhogy igyekeztem olyan altárokat is hozni, amelyek mondjuk egy pásztorfalkásban testet és Krisztus keresztje látható rajta, vagy pedig egy fazekas által készített Nutella. Mindenki tudja, hogy mi a Nutella. Mit tartanak benne? Ugye egy pálinka tartó italos edény, de ezen is nagyon szépen testet ölt a hithez való elkötelezettség Krisztus jelvével. Szinte búcsújárások alkalmával szerezték meg akár a Félegyházban is, és többségében felvidéki búcsújáró helyeken az úgynevezett tükörképeket vagy üvegképeket, ebből is láthatnak egy-egy szép alkotást itt a kiállításban. És hát a házoltárak és a tárgyalházak, amelyek szintén az otthoni állhatóságnak a tárgyai, szintén szép két régi példáját tudom bemutatni. Ez a múlt, amely lehet, hogy ma is van nagyon sok házban. De ahogy az apától is említettem, teret szeretne adni a mai művészeteknek is, és a jobb oldalon olyan nem hivatásos művészek, hanem a minden